Az előző videóban megnéztük, hogyan lehet lemérni különféle objektumokat a modelltérbe. Hogyan lehet megmérni például egy poligonnak vagy egy téglalapnak a területét. Most egy pici kiegészítést veszünk, megnézzük, hogy a terület parancsban hogyan lehet a területeket kivonni és összeadni. Ehhez hozzunk létre egy téglalap rajzelemet, adjuk ki a rajzutasítást, majd klikkeljünk az egér bal gombjával. Azért, hogy pontosan tudjuk, hogy mekkora a téglalapunk területe, most a méreteket fogjuk megadni, nem pedig az egérrel fogjuk rögzíteni a téglalapunkat. Azt mondja a parancsol, hogy adjuk meg a téglalap hosszát, ez most 200 rajzi egység legyen, majd adjuk meg a téglalapok szélességét, a kacsacsörök között 100 van, ezt most fogadjuk el. Enter. Ezután még a parancs nem fejeződik be, hiszen meg kell mondanunk az AutoCAD-nek, hogy hova is szeretnénk a pont körül elhelyezni a téglalapunkat. Én most ide klikkelek. Létrejött a téglalapunk. Mérjük le most ennek a területét a terv parancssal. Válasszuk az objektumot, és klikkeljünk a vonalláncra, és láthatjuk, hogy a terület az 20.000 rajzi egység, a kerület pedig 600 rajzi egység. Nagyon jó. Most ebbe a téglalapba rajzolok egy kört. A tárgyraszter segítségével, és ugye annak a kiegészítését használom, a tárgyraszter követést, a téglalap közepében fogok létrehozni egy kört. Ennek is le tudjuk mérni a területét az objektum alapján, ráklikkelek, és láthatjuk, hogy ennek a területe az 4594-4595 fölfele kerekítve rajzi egységben, tehát négyzetrajzi egység a területe. Most ki szeretném számolni a téglalapnak és a körnek, a területének a különbségét. Ehhez menjünk be újra a terület rajzparancsba, majd Enter. Válasszuk ki a terület hozzáad utasítást, majd az objektumot, és klikkeljünk rá a vonalláncra. Ilyenkor az egész téglalap bele zölddel safírozva, azaz ez az a terület, amit kiszámol az AutoCAD. Alul láthatjuk is, hogy itt van a 20.000 négyzetrajzi egység értékünk. Most üssünk egy Entert, és válasszuk a terület kivon opciót, majd az objektumot. Megadjuk objektumként a kört, be van safírozva, és látható, hogy a területe az 4595 négyzetrajzi egység a köré, és az összegzett terület az 15405, azaz a kettőnek a különbsége. Ilyen egyszerű az AutoCAD-ben területeket összeadni és kivonni, nagyon hasznos kis funkcióról van szó, főleg térképezésnél, helyszínrajzoknál, hogyha le akarnánk mondjuk mérni, hogy mekkora a telkünknek a területe, abból kivonnánk a rajta lévő épületét, akkor pontos értékeket kaphatnánk, hogyha ismerjük ezt a kis funkciót.